Gondolkodott-e már azon, amiért Karsai Dániel küzd, azaz a kegyes halálon, az aktív eutanázián? Én ezt abszolút elfogadom. Tehát aki ágy mellett dolgozik, és találkozott már olyannal, hogy valaki csak ott fekszik, csak létezik, nem él, csak létezik, abban ez hamar megfogalmazódik, ez a kérdés, hogy miért nem lehet ezt itthon bevezetni. Tehát, hogy jogos-e az az igény valaki részéről, aki bizonyítottan menthetetlen beteg és csak szenved, hogy önmaga dönthessen élete befejezéséről, igen. Azt mondja. Igen. Hát kegyetlen, amikor az ember ezzel szembesül nap, mint nap, hogy éveken keresztül még van, aki csak fekszik, és van, akinek már hozzátartozója sincsen. Tehát még csak az sincs, hogy valaki megfogja a kezét, és azt mondja, hogy vagy, vagy szeretlek, vagy akármi mást. És erről szól az élete hátralévő része. És nem egy hétig, két hétig, hanem éveken keresztül, mert olyan is van. A teljes beszélgetést a Friderikusz Podcast YouTube csatornáján láthatják.